Megújult a pálffyszegi faluház vizes blokkja. A közel 5 millió forintos beruházáshoz a Magyar Falu Program biztosított forrást. A polgármester célja, hogy egy szebb, élhetőbb környezetet teremtsen a helyiek számára. Ehhez az elképzeléshez illeszkedik a ma átadott projekt is. A létesítmény több funkció szerepet lát el a csaknem 170 fős falu életében. Itt található a polgármesteri hivatal, az orvosi szoba, van egy nagy termünk, amely a különféle rendezvények helyszínéül szolgál, van egy konyharészegünk és egy kis termünk, amelyeknek a felújítását az elmúlt időszakban megvalósítottuk. A kistermünk az idén alakult Pálffyszegét hagyományozó egyesületünknek a székhelye is. A vizes blokknak a felújítása nagyon esedékes volt, hiszen nagyon elavult, régi állapotában volt már. Víg László országgyűlési képviselő az ünnepségen emlékeztetett. Feladatai közé tartozik, hogy növelje a falvak megtartó erejét. Fontos, hogy aki ahova született, azt a részt ott ő azt megműveli. A falvaknak a Magyar Falu támogatásból nagyon sok forrás jut, és a legfontosabb az, hogy előre odaadják a pénzt, és csak utólag kell elszámolni. Ez egy óriási könnyebbség egy ilyen kis költségvetéssel működő önkormányzatnál. Szeretnénk a 10 év alatt azt elérni, hogy minden faluban, minden utat, minden járdát és minden közintézményt felújítunk. A szennyvízkezelést szintén hamarosan megoldják a községben. Ezeket a munkálatokat több mint 135 millió forinttal segíti a kormány.